Ennek az egész sorozatnak az alapcíme a férfi és nő együttműködése a 21. században. Egy kicsit ilyen férfi szemszögű prezentációját adom én néhány olyan témának, ami a férfi és a nő szövetséget mélységeiben építeni, vagy éppen rombolni tudja. Azért is, mert én magam férfi vagyok, és azért is, hogy egy kicsit talán hallassuk a férfiak hangját is ebben, hiszen nagyon sok olyan téma van, amiről a férfiak nem szívesen beszélnek, vagy nem tudnak beszélni. A mai téma, fő téma az az őszinteség. Ez egy olyan téma, ami méltatlanul van hátrébb sorolva. Sokkal kevesebb szó esik erről, mint a kommunikációról. Ugye azt halljuk folyamatosan, hogy a kommunikáció nem elég. Talán azért is esik szó több a kommunikációról, leginkább a férfiak vonatkozásában, hogy a férfiak nem kommunikálnak eleget, mert azt mennyiségileg meg lehet határozni. Azt lehet mondani, hogy kommunikál valamennyit, vagy nem kommunikál semmit, és mi a nyugati világban ahhoz vagyunk szokva, hogy valamit mennyiségileg próbálunk meghatározni. Az őszinteséget nehéz meghatározni mennyiségileg, az egy minőségi kérdés, sokkal nehezebb róla beszélni. Ugyanakkor azért kell erről beszélni, mert most valljuk be őszintén, olyan rohanó világban élünk, ahol az idő nyomása nagyon nagy, és ha amúgy is keveset kommunikálunk, és ez egy panasz mindenki részéről, hogy kevés a kommunikáció, mi van akkor, ha ezt még tetézi az is, hogy ez nem őszinte. Ugye? Az a végképp a halál, hogy ami kicsi van, az se tud őszinte lenni. És ezért gondoltam azt, hogy egy kicsit vegyük górcső alá, hogy a férfiak és a nők hogyan viszonyulnak az őszintesség kérdéséhez, hogyan szoktuk ezt meggátolni, és hát ha előjönnek belőlünk olyan vágyak, miszerint ezt az őszinteség intézményét, ha lehet ezt mondani, üzemeltetni érdemes, hiszen lehetséges, hogy ez az egyik alap gyökere, férfi és nő együttműködésének.